Sziasztok, Matilda vagyok, és amikor még elkezdtem videózni, akkor kitaláltam egy koncepciót ide a csatornára, csak még nem sikerült összehúznom, hogy ténylegesen is tudjam csinálni, de most szeptemberben elolvastam a könyvet, ami ezt az egész kis sorozatomat el fogja indítani. Az a videósorozat, amit én most elindítanék, ez a Barangolás Európában címet viselni, és igazából az lenne a lényege, hogy minél több európai országból származó könyvet elolvasok. Így bővíteném a látóköröm, mert nem csak angol nyelvterületről származó íróktól olvasnék, hanem mindenféle más nyelvterületről származó íróktól is. Európán belül. Az első könyv, amit ebbe a Barangolás Európába sorozatba olvastam, az Fredrik Backmantől A nagymamám azt üzeni, bocs. Fredrik Backman ugye egy svéd szerző, és ez a könyv is eredetileg svéd nyelven íródott, tehát az első ország, amiből olvastam, az Svédország. Jól megbonyolítottam. Ennek a könyvnek röviden a története az, hogy van Elsa és van a nagymamája, és ők nagyon jóban vannak, és nagyon szoros a kapcsolatuk, és Elsa nagymamája leveleket hagy hátra, és Elsának ezeket a leveleket kell kézbesítenie különböző embereknek, ennek során egyre többet megtud a nagymamája múltjáról, és a környezetében élő emberekről is. Ezt a könyvet imádtam, szerettem, nagyon jó könyv volt, szerintem idén én ezt a könyvet tartom az eddigi legjobb könyvnek, amit olvastam. Tényleg nagyon-nagyon jó volt. Több soron bőgtem is rajta, ami még nálam is teljesítmény, mert általában így egyszer megkönnyezem egy könyvnek úgy a vége fele az ilyen meghatóbb részeit, de ez a könyv ez folyamatosan megsiratott. Nem nagyon tudom szerintem spoilermentesre csinálni ezt a videót, mert most jönne az a rész, hogy jobban mesélek a történetről, és azt nem tudom úgy megtenni, hogy tényleg ne mondjak semmilyen spoilert, mert valamennyit fogok, és nem tudom, mi számít nagyobbnak, meg kevesebbnek, mert én egyébként annyira nem szoktam bánni a spoilereket, még akkor is, hogyha ilyen nagyon nagy spoilerről van szó, de mások meg szokták, szóval nem szeretném senkinek sem elrontani az olvasás élményét, szóval aki nem szeretne spoilereket hallgatni, akkor ez lenézze tovább a videót. A történet elején megismerjük ugye Elsát, a főszereplőt, akit igazából végigkövetünk a könyv során, és az ő nagymamáját is, aki beteg, és igazság szerint a második fejezetben ő meg is hal. És ugye ez indítja be az egészet, minthogy Elsának tényleg a nagymamája volt kb. A legjobb, és egyetlen barátja is. Őt piszkálták az iskolában, nincsenek neki barátai, mindig a nagymamájával volt, és nekik volt egy közös világuk is. A Land of Almost Awake. Az angol verziót olvastam, szóval fogalmam sincs, hogy hívják ezt a világot angol, magyarul. De az a lényeg, hogy ez egy ilyen fantázia világ, és nehéz elmagyarázni, hogy történik, úgyhogy nem tudom, hogy magyarul hogy volt. Szóval ez volt az ő közös kis világuk. Hát végül is a történet úgy van elmesélve, hogy játszódik a mi világunkban, és úgymond játszódik ebben a fantázia világban, de ez nem egy fantasy történet, szóval csak úgymond játszódik, tehát konkrétan igazából látjuk is ezt a világot, meg nem is, tehát ez ilyen furcsa megoldás, de egyébként nagyon jó. Igazság szerint az a lényege ennek a kitalált kis világnak, és ez a való világának, hogy igazából a kettő között párhuzam van, mert minden karakter, aki a Land of Almost övékben található, az megtalálható a való világban is, tehát ott laknak Elsával egy épületben mindannyian, és minden fejezet és levél során újabb karakterről tudja meg Elsa, illetve újabb szeméről tudja meg, hogy ő kicsoda a nagymamájának a történeteiben. Azt elfelejtettem mondani, de egyébként Elsa ilyen azonnal megszerethető karakter volt számomra, minthogy Harry Potter fan. Szereti a gyűrűk urát, és szereti a pókembert, szóval ebből a szempontból tényleg így egyből tudtam vele azonosulni. Visszatérve oda, hogy szóval, hogy a szálak ugye összefutnak, hogy tényleg azt tette ezt a történetet különösen izgalmassá, hogy először mindig csak a nagymama történetét tudtuk meg, és csak utána jöttünk rá,
hogy az hogyan is létezik a valóságban. És tehát, hogy Elsa is erre hogy jött rá. Szóval ez nagyon izgalmas volt nekem ebben a történetben. Amit említettem, ezen a könyvben nagyon sokat sírtam. Kezdtem azzal, hogy amikor meghalt Elsa nagymamája, akkor sírtam egy sort. Valahol a könyv közepén, talán a nagymama temetésén sírtam megint, de lehet, hogy nem is akkora, nem más. Másik alkalommal. Aztán az utolsó 50 oldalon még legalább 6-szor, mert van a történetben egy kutya, vagy vursz, vagy vorse, azt hiszem a magyar fordításban, és ezt a kutyát az egyik fejezetben leszúrják, a következő fejezetben megpróbálják meggyógyítani, abban meghal, és itt mind a kétszer bőgtem ezen, mert azért szegény kutya is az egész történetben ott volt, és az nagyon szíven ütött. Aztán megszületik Elsa öccse, féltestvére. Azon is elkezdtem zokogni, hogy Harrynek nevezték el az öccsét, mert Elsa nagyon szereti a Harry Pottert, és eredetileg nem ez lett volna a neve, de ezzel így meglepték Elsát, hogy ez lett végül is a kisfiú neve, és nem is tudom, ezen is így ültem, és ott sírtam a könyv felett. Az utolsó 50 oldalt már nem tudtam rendesen olvasni, annyira könnyezett a szemem. Utána még sírtam azon, amikor Elsa megkapta a saját levelét a nagymamájától, mert neki is írt egyet a halála előtt. Az is olyan volt, hogy... Tehát ez már ilyen az utolsó 3 oldala egyikén volt, tehát már tényleg ilyen kegyelemdöfés volt. És azt hiszem még a legvégén is sírtam, amikor leírta Frederick Backman így a végére, hogy mert hogy majd Elsa is megmutatja az öccsének a kis fantáziavilágot, és elmesél minden történetet, amit a nagymamája mondott el. Ráadásul a könyv végére Elsának sikerül barátokat is szereznie, és így nagy boldog befejezést láthatunk, és ez tényleg egy nagyon érzelmes és nagyon jó könyv volt, és én mindenkinek csak ajánlani tudom. Főleg Frederick Backmannek a könyveit dicsérik is nagyon sokat, még szeretném más kötetét is elolvasni, mert tényleg nagyon jókat lehet róla hallani. Röviden ennyi ennek a könyvnek a története, röviden hosszan, nem tudom milyen hosszú lett. Hogyha valaki olvasta volna, akkor nyugodtan írja meg a véleményét kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!